Műsor 371 km órás sebességgel. Sok megklasszikusabban rántja a gépet. Nagyon szépen csinálta Nikoláival az egyik hibákat a produkciót. Azt hiszem, hogy Glendon ebben az évben képes legyen pontot szerezni. Ő az új arc a légtérben. 370 km/h órás sebességgel érkezik Alejandro McLean. Fokadi volt a belépő tempója. Eddig a második leggyorsabb volt a hétvége folyamán. Nagyon szépen csinálta, amit csinált. 11,3 másodperc volt a részidő, és kapott 3 másodperc büntetés. A légtérben Mike Magold. Csak szenvedett az előző versenyen, ezért egy nagyon picit lemaradt a világbajnoki sorozatban, de jelenleg is negyedik helyen áll, 30 pontjával, 8 ponttal lemaradva. Az első helyzet Polvona mögött, 6-10 másodperc jelen pillanatban az elődje Mike Magoldnak. A második mérce pont után jön, a félkubai 8-akból a vízszintet átrekülés a történetben. Jön a kés, az is megvan, az ahol kezdi meg a vízszintet, hibáglan, és meg az utolsó kubai 8-akból. Magyar pilóta